harmad körülbelül, akivel mindegy, mit csinálunk, azok nem lehet elérni, azoknak nem lehet elérni, hogy jó megküzdők legyenek ilyen helyzetben. Azok belesüllyednek, apátiába esnek, depresszióba esnek, és lebénulnak ilyen helyzetben. Hogyan lehet dolgozni azon, hogyha valaki küzdő személyiségé akar válni? Ugye említette ezt a középső csoportot. Hát igen, ehhez kiképzésekre kell menni, illetve ha nem is megy el kiképzésre, el kell tudni képzelni, hogyha ilyen helyzet van, akkor arra én milyen jó választ adok. De az emberek egy jelentős része belesüllyed abba, ilyen helyzet, és bele fogok halni, vagy ilyen helyzet, és ilyen sérüléseket fogok szenvedni. Mondok egy adatsort, nem biztos, hogy helyén való, de hadd mondjam, mert 25-35%-a úgy halt meg a harcok katonák rendőröknek, hogy nem volt halálos a sérülése, pszichés okok miatt hal meg harc közben. 13% harcol még 5 percnyi tovább, és 7% 10 percnyi tovább is halálos sérülést követően. Tehát sok megközelítésben azt lehet mondani, hogy tulajdonképpen sokszor hit, meggyőződés és életösztön program kérdése, meg az, hogy mit írtam magamnak, programnak előre, hogy mit fogok ilyenkor tenni, és mi fog velem történni. Ugye egy pánikhelyzetről beszélünk, amikor az emberek javarésze azt gondolom, hogy nem tiszta. Az első hírek szerint még volt olyan is, hogy valaki a harmadikról próbált kiugrani, amely szintén egy nem reális válaszreakció. Ez is ennek a lelkiállapotnak köszönhető? Igen, azt kell mondani, hogy egy részénél ilyenkor ugyanett más tudatállapot jön létre, amit lehet hívni nyugaton pillanatnyi elmezavarnak is, és akkor bizony vagy pánikbe esik, össze-vissza rongál, vagy éppen irracionális cselekvéseket fog csinálni. Igen, ez belefér az emberek egy részénél. Hogyan lehet feldolgozni ezt, még mindig a civil oldalnál maradva? Valaki túléli, akár csak menekülnie kellett, akár csak a közelében volt. Ez egy óriási trauma, azt gondolom. Ez nagy trauma. Az emberek egy részének segítséget kell kapni ahhoz, hogy fel tudják dolgozni, szakember segítségét kell kapni. Ez akár lehet egyházi szakember is egyébként, attól függ, hogy vallásos-e vagy nem, vagy civilben pszichológus, aki tud segíteni, vagy vegyesen, tehát vagy mindegy egyébként. Egy részének segíteni kell, más része fel tudja ezt dolgozni, helyre tudja tenni magába. Egy a lényeg, hogy ne növekedjen ilyenkor a félelem, hogy a félelem a jövőbe vetített kellemetlen élethelyzet, rossz kimenetellel elkezdünk félni, tönkretesszük az életünket és elveszítjük a szabadságunkat. Kérem, hogy adjon tanácsot. Nekem is van olyan ismerősöm, aki azt írta ki a Facebookra, a közösségi oldalra, itt Budapesten, hogy nála sikerült elérni a célját igazából a terroristáknak. Ő itt Budapesten nem mer többet metróra szállni, és nem megy soha többé szórakozni. Ezeknek az embereknek mit tanácsol? Hát alapvetően ezek az emberek neurotikus, szorongó típus emberek, és végre talált valamit, amitől konkrétan lehet félni. Bizonyos értelemben ez megkockáztatom, hogy picit kezelhetőbbé teszi a helyzetet, mintha csak úgy lebegő, semmi ezt nem kötött szorongás lenne benne. Igen, azt kell mondani, hogy egyrészt vagy szakemberhez fordul, vagy pedig neki kell látni és élni tovább az életét. Felvállalni, hogy bármikor történhet ilyen velünk, elüthet egy autó velünk, mégsem maradunk otthon, fejünkre esett egy cserép, mégsem maradunk otthon. Ez az életnek egyébként sajnos vele járja a része az életnek, hogy vannak mindig őrült emberek, akik vagy fanatizmusból, hitből, meggyőződésből, vagy elmebetegségből követnek el ilyen cselekményeket. A környezet hogyan tud segíteni? Én mit csináljak ezzel a barátommal? Érdemes leülni, beszélgetni, és elhívni valahova, és elmenni közösen. Ugye megint a csoport identitás, vagy a kis csoport segítsége, vagy a pár segítség, amikor egy ember segít a másiknak, az tud abban támogatást nyújtani, hogy átbillenjen ilyen nehéz életszakaszon. Vagyis ne vetítsen annyi félelmet a jövőbe. Mert tulajdonképpen nem a lehetséges élethelyzetektől félünk, hanem amit belevetítünk a jövőbe, attól félünk. Nézzük még egy harmadik szempontot is, amely szintén szorosan kapcsolódhat ehhez a témához. Már most hallottam olyan hangokat, akik azt mondták, hogy na, lám-lám, ez történik, mert menekültek érkeznek be Európába. Nyilvánvalóan elindul bizonyos emberekben, és milyen típusú emberek ezek, akik a gyűlöletet vagy a félelmet kivetítik a teljesen ártalmatlan emberekre. Most nagyon gyors eligazítás biztosít számunkra a sztereotípiák, illetve ezekhez társulnak érzelmek, negatív érzelmek, vagy pozitív érzelmek, a szívük vagy pozitív, vagy negatív előítéletnek. Tehát itt azért arról szól, hogy ezek az emberek annyira nem stabilak a személyiségünkben. Az értéket nem önmagukból teremtik meg, hogy én ezt erre vagyok képes, ezt így úgy amúgy, hanem valakivel szemben teremtenek identitástudatot, értéket saját maguknak. Na olyan nem vagyok, mint ő, és rámutat valakire, vagy valakikre, egy csoportra, és ettől reméli, hogy különb és más lesz. Tehát ha két ember azon szinten tartja magát, egyik följebb akarja érezni magát, mint a másik, akkor megtehet azt, hogy én külön vagyok, jobb vagyok, vagy azt mondja, ti vagytok rosszabbak nálam. És így ez értékkülönbség egy kis belső békét sugároz, de ez egy nagyon bizonytalan belső béke. Nagyon röviden, hogyan lehet elkerülni azt, hogy ez a harag, ez a düh, ez a félelem, ezek ellen a szerencsétlen menekülő valóban ártalmatlan emberek ellen irányuljon?
teljes mértékben nyilván nem lehet elkerülni, hiszen mindig lesznek olyanok, akik így fognak tovább működni. Azt gondolom, nagyon sokat segítene az, ha igyekeznénk megőrizni saját szabadságunkat, feltétlenül elfogadásunkat, és nagyon bután fog hangozni most ebben a pillanatban tőlem, de a szeretetünket egymás iránt és önmagunk iránt is.